Üdvözlöm Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Ma kerül sor Karcagon az időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez a településünk életében, és miért menjenek el az emberek szavazni? Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb mozzanat egy település életében az, amikor megválasztják azokat az embereket, akik a település sorsát, jövőjét, jelenét meghatározzák, és sokat tudnak tenni érte. Ez egy ilyen pillanat. Sajnálatosan Dobos László polgármester úr halála után erre a lépésre kényszerültünk, és én úgy gondolom, hogy az emlékének is tisztelegni kell azzal, hogy az ő eredményeit, az ő elképzeléseit, munkáját tovább folytatva méltó utódot tudjunk választani, és Karcagnak méltó rátermett jó polgármestere legyen, hiszen Dobos László polgármester úr nekünk jó polgármesterünk volt. Én bízom abban, hogy ezen a napon szintén egy jó polgármestert választunk, Szepesi Tibor polgármester úr jelölt személyében, és én abban is bízom, hogy az ötös választókerületnek továbbra is nagyon jó képviselője lesz, hiszen tovább tud fejlődni a kerületünk, és én úgy gondolom, hogy dr. Pintér Zoltán ilyen képviselőjelöltünk. Én biztatok mindenkit arra, hogy bármi is a véleménye, de jöjjön el szavazni, és szavazzon, hiszen ilyenkor tudja az X-el, a plusz jellel meghatározni azt, hogy merre fog irányulni, illetve merre fog fordulni a kerülete és a városnak a sorsa. Mindenkinek a véleményére szükség van, én mindenkit biztatok arra, hogy aki eddig nem tette meg, az jöjjön, szavazzon, és véleményt, és nyilvánítson véleményt.